Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb Star Stable videóban. Ma van az SSO karakterem első szülinapja, ezért készül ez a videó, és van egy torta a fejemben, mert hát ez volt a legszülinapibb díszítés a karakteremre. Milyen jól megmondtam ezt most, díszítés a karakteremre. És meg fogom venni az álomlovamat, ami ez a gyönyörűséges, szépséges Marvari, aki itt áll. Íme a Marvari, amire már szerintem fél éve úgy gyűjtöttem. Úgyhogy vegyük is meg, és nevezzük el valami nagyon szépnek. Arra gondoltam, és Loren, a klubtagom, aki itt áll mellettem, ő is adott rá ötletet, hogy legyen Emerald valami. És ez egy tök jó ötlet. És berekedtem, mint a live-okban amúgy egy kicsit, de azt most hagyjuk. Most Skyler birthday-je van, szülinapja, úgyhogy Emerald kék. Amúgy nincsen egy birthday. Az már tök vicces lenne. Megnézem. Nézzük. Nem, na szóval nem, nincs, ha jól látom, de ja, nincs. Úgyhogy lehetne Emerald kék, de lehet, hogy csak simán Emerald lesz. Vagy nem tudom. Visszatérek, amint elneveztem őt. Végül a paci neve csak simán Emerald lett, úgyhogy vegyük is meg, nagyon izgalmas. Jaj! Reméljük, hogy jól óra kattintottam. És megvettem. Megvettem az álomlovamat. Jaj, ez nagyon izgalmas. Jaj, közben beverem a kezemet az asztalba. Úgy izgulok. Akkor megyek is az istálomba, és megnézem. Itt van Emerald az istálom egyik állásában. Jaj, belálltam Loren lovába. Na, beszeretnék menni. Szia, Emerald! Olyan régóta szerettelek volna már megvenni, és most itt vagy. Én meg tortát hordok a fejemem, amit még tavaly kaptunk az SSO-tól, és itt van az egyetlen és csodálatos Marvarim. Ez annyira izgalmas, és közben egy zónét be nyihogott, vagyis nem nyihogott, ilyen zebra hangot adott ki, és a lovam nyihogása meg visszhangzott. Na, ez fura volt. Hát igazából ennyi lett volna ez a videó, majd még mutatok nektek képeket róla így következő vidékben. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, legyetek szívesek. Legyen szép napotok, és boldog szülinapot, Skyler Emerald Castle, még egyszer innen YouTube-ról, vagyis igazából most saját magamnak kívántam boldog szülinapot. Na mindegy, ugye most a karakterem szülinapja van, csak hogy megerősítsem. Szóval igen, és szép napot nektek, sziasztok!